Köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Szalai Krisztát. Köszönöm szépen, hogy megvártatok. Nem áruljuk el, hogy vártunk Krisztára, pont most vártunk. Megnéztem, színész, rendező, író, producer, több színtársulás, alapítója, a civil szférában, aktivista. Te mit írnál be? Nem tudom, nekem nincs ilyen mániám, vagy ilyen frusztrációm, hogy most mindenféle legyen. Nekem az ember az elég, köszönöm, vagy Kriszta. Tehát amikor egy boltban megszólal, a művésznő, és annyira nem ezért lettem én színész, hanem az alkotásért. Tehát nekem mondom, hogy Kriszta, köszönöm, az elég. Na hát úgy, akkor Kriszta, köszöntöm Krisztát nálunk. Amikor először hívtalak, valamikor még jócskán ünnepek előtt, és azt mondtad, hogy jaj, annyira elfoglalt vagyok, mert most éppen a szemjelmezt. Akkor rendeztem. Rendeztél, de a koreográfiát is én csináltam. Igen. Jelmezt is vartam. Mikor ide megérkeztél, is rögtön kiderült, hogy most is próbáltok, és valami, mit próbáltok, valami különlegeset? Igen, egy új darabot, Dámák a pakliban, Tallos Rita fogja rendezni, aki a Menopauzát is rendezte, az Anyatigrist is rendezte, és rengeteg mindent rendezett a Rita is. Együtt jártunk főiskolán, pont egy időben jártunk, és számomra ez azért, tehát én pont pihenni akartam, mert 4 hónapig rendeztem a Dzsungelkönyvét, meg csináltam mindent körülött, és azt mondtam, hogy nem, most már akkor pihennem kell, és elhívott a Rita, és annyira vonzó volt, hogy egy volt osztálytársnőmmel, Olaszágival is együtt vagyunk a darabban, Horváth Lilivel, Hegyi Barbarával, hogy azt mondtam, hogy ezt nem hagyhatom ki. Hol lesz? Úgyhogy akkor áruljuk el. Játsszuk majd mindenfelé, a Klebersberg Kultúrkúriában kezdjük el játszani, ott mutatjuk be, a Ramban is fogjuk talán játszani, és országosan visszük mindenfelé. Igen. De jó, nők együtt, abból valami jó fog kisülni. Igen, izgalmas nagyon. Ugyanaz előbb megegyeztünk abban, hogy foglalkozása Kriszta. De hát azért az mégiscsak, hogy mi az, amit ezek közül a... Tudom, olyat kérdezek, amire nem is lehet válaszolni. Lehet, hogy nem is kéne megkérdezni, hogy melyiket tartod a legfontosabbnak. Ugye? Ne kérdezzek ilyet. Hát nekem az alap az volt a gyerekkorom óta, hogy gyerekek, család. És azon túl meg az alkotás. Tehát már én kiskoromtól fogva összefogtam csapatokat, csoportokat, akadályversenyt szerveztem 5. elsősöknek. Tehát bennem ez mindig megvolt, hogy valamit csinálni. Tulajdonképpen az, akkor is ez alkotás volt. Egy közösséget irányítottam és szerveztem. És akkor ezen belül minden. Vagy ezen túl. Hát rácsatlakozott a művészet, és akkor minden. A sok színűségből mindenképpen először a színházról szeretném, ha beszélgetnénk, és a színház világában töltsünk egy kis időt, akkor színésznő is azért lettél, hogy ilyen határozottan megfogalmazódott benned, hogy és az alkotás? Én hál' Istennek áradok, úgyhogy én az leszek, amit dob a sors, tehát így folyok, mint a víz. Mert én pszichológusnak készültem, először is óvonőnek, de hát bevallom, én azt láttam az óvodában, hogy nem a gyerek a fontos, hanem a torzsalkodtak a felnőttek, a vezető óvónő, az uralkodott hatalomgyakorlás volt, és azt mondom, hogy Úristen, én nem akarok elmenni dolgozni, tehát ilyen közegben biztos nem tudnék élni. Hiába imádom a gyerekeket, majd szülök én sokat magamnak. És aztán ilyen átmenetként elmentem a tanítóképzőre, mert pszichológusnak készültem, de nem tanultunk biológiát. Tehát nem tudtam volna felvételre felkészülni, mert az óvónőképzőben ezt egy év alatt letudtuk. És akkor ott tanítóképző mellett már elmentem. Hogy hívjuk? Nem tudom, szeretett otthonnak hívták akkor. Tehát egy idős otthonban? Hát nem. Nem. A szeretett otthonban minden volt, akit a család letett. De ebben volt totál agysérült, agykárosult gyerek, felnőttek is, akik nem tudtak beszélni, pelenkázni kellett őket, dagnosok, vízfejű kislány, minden. De gyakorlatilag sérültek. Azért mentél oda, mert ilyen helyre akartál menni, vagy ez adódott? Mert megláttam egy hirdetést, hogy keresnek ápolónőt, és akkor én úgy gondoltam, hogy tanítóképző után elmegyek dolgozni, mert én mindig szerettem pénzt keresni, tehát eltartani az igényeimet, hogy ne a szüleimtől kelljen kérni, és akkor elmentem délután,
Aztán éjszakáztam is, nyáron ott dolgoztam hosszasabban, tehát imádtam ott dolgozni, és olyan erőt adott. És mivel az sokkal izgalmasabb volt, mint a tanítóképzőn ülni, és bármilyen módszertan tanulni, ezért nem jártam be, és egy beszédművelős tanárom mondta azt, hogy jó van, akkor nagyon bír, mert amúgy meg bír, csak mondjak el neki valamit, hogy tudjon gyakorlati jegyet adni. Uh-huh. És akkor így jött az, hogy én elmondtam valamit, és mondta, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Mert és így a színház, a színházzal, igen. Igen, és az előadással, igen. Tehát így jött ez, hogy én... Én elkezdtem versekkel foglalkozni, még azt se tudtam, hogy hogy kell egy verset megtanulni, elmondani, az, hogy szituáció, beleélni magam, mit tudtam én? Most már több mint egy éve megy ez a sorozatom, és bízom benne, még egy darabig megy. És mindig elakad szinte a lélegzetem azon, hogy egy-egy ma már sikeres művész, vagy nagy nevű művész, vagy mindegy, hogy milyen véletleneken múlik az, hogy ő... Most, hogyha az a beszédtechnika tanárod nem mondja azt, hogy kislány, tanuljon maga verseket, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy soha nem leszel színésznő, hanem esetleg elmész sérült embereket szakszerűen velük foglalkozni. Én ebben nagyon hiszek, meg utóbb gondoltam át, hogy én gimnáziumba szerettem volna menni, ének angol vagy kémia francia. Kémia. Akkor nagyon szerettem, de hát most már nem is értem, hogy oké, hogy ez hogy jutott eszembe. Nagyon jó volt a tanárom, tehát ezért. És a szüleim nem engedte gimnáziumba, mondvá, hogy én nem vagyok kitartó, meg nem fogok úgy tanulni, meg... Jó, és akkor mentem óvónőképzőbe. És már nem is tudom, hány éve színész voltam, amikor ezen gondolkoztam, hogy onnan valószínűleg eljutottam volna ugyanide. Ének angol, tök jó, tudnék angolul. De a sors meg akkor így terelt. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki eljut oda, hova el kell jutnia. El kell jutni. És vajon akkor valaki, aki nem óvodáskora óta akart színésznő lenni, akkor a főiskolán hogy érezted magad? Megjött a kedved a dologhoz? Hát, meg teljesen megzavarodtam. Aha. Mert voltak, akik igen, kicsi gyerekkoruk óta, én meg szerettem élni. És ott egyszer csak így vigyázban kellett állni, jött a megfelelési kényszer is, el is várták tőlem, az osztálytársaim is, meg, szóval, hogy úgy, meg a tanárok, szóval valahogy úgy, aztán bekerültem a Katonába a másodikos koromban, ami nagyon korán volt színművészetén, és ott meg a nagy óriások közé, úristen, a megfelelés, hogy kell lesz, szóval nagyon-nagyon megzavart. Én, aki addig imádtam élni, és nagyon tudtam mindenkit kezelni, mindenkinek segíteni, és ott álltam, hogy a saját magam érzéseit és a lelkemet nem tudtam gondozni, ápolni, helyre tenni. Úgyhogy sok-sok év kellett, amíg én ezt helyre tettem. Akkor lehet, ez most villan át rajtam, hogy lehet, hogy az, hogy amikor a főiskolát befejezted, ugye persze azt hiszem volt Nyíregyháza, igen, aztán Vígszínház, de rögtön létrehoztad Magyarországon az első független színtársulatot, a Comédie Française, szerintem azzal voltatok Szentendrén is. Itt kezdtük. Ugye? Mert Erika Hugo mondta, igen, akkor ő itt imádott titeket, és aztán igen, én is megnéztem. Akkor létrehoztad a PAB színházat, a PAP színházat, ugye, ami sörözőkben hrabál darabokat. Tehát lehet, hogy ott kerestette a magad útját, igen, és nem egy színházban. Ez most... Igen. Aha. Igen, mert ott, tehát pont ezért hoztam létre ezt a társulatot, hogy csak úgy legyünk, és örömből alkossunk, és ne kelljen megfelelni, és ne legyen az, hogy a rendező megmondja, én meg Jézusom, ki vagyok, mi vagyok, hogy kell csinálni. Úgyhogy akkor pár rendező barátom meg is sértődött, mert ők bejelentkeztek, hogy jönnek, és mondom, hogy ne haragudj, nem, azt szeretném, hogy mi csináljunk mindent. És ki is volt írva, hogy rendezte, mi. És az is például milyen véletlen, milyen szerencse, hogy Szentendrén pont bezárt, ugye ilyen vastraverszekből, igen, állítottak, igen, fel, igen, színpadot a főtéren, és pont megszűnt. És mondom, jaj, de jó, hát akkor folytassuk a hagyományt, hogy legyen színház, de akkor mi csak úgy lazán, szabadon. És így játszottunk a főtéren, úgyhogy a főteret rendeztük be. A közönség vevő volt erre valami másra, mint amit máshol addig látott? Nem gondolkoztak. Aha.
Tehát azt látták, hogy itt boldogan játszanak emberek, és történik valami más, az mindig izgalmas. Az Óbudai Társaskörbe mentünk utána, és ott voltunk még 6 évig azzal a társulattal, és boldogok voltak, hogy tehát ott mi úgy rendeztük be, mintha otthon lennének, tehát ilyen az egész családias volt. És nem volt elvárás a nézőknek, hogy meg akkor még nem is volt társulat. Persze. Tehát nem az volt, hogy most akkor itt legyen egy hivatalos valami, igen, nem is tudom micsoda, de tök jó volt. Tehát jól érezték magukat, mert szárnyaltak velünk. Úgyhogy, meg ebben mindig van valami interakció az én előadásaimban, vagy előadás közben is, vagy előadás után egy tejázással, vagy beszélgetéssel. Akkor ezt így mondom helyesen, hogy P-A-B, vagy PAB? Aha, PAB, igen, PAB. Így. Tehát ez csak fonetikusan leírom, hogy nem PUB, mint kocsma, hanem PAB. Hát ott mondjuk garantált volt a siker, már bocsánat, de hát azért Hrabál és Hrabál művei, nem? Azzal biztos lehettél abban, hogy ez majd sikeres lesz. A Hrabál darabot azt nem én találtam ki, én csak azt találtam ki, hogy vigyük kocsmákba, mert hogy pont úgy találtam szponzort, akiknek ez volt a vágyuk. A sör, meg akkor még cigaretta szponzor is volt, cigaretta szponzort is találtam, és hát azért nem volt ez egyértelmű, hogy a kocsmákban majd itt kapnak kultúrát is. És úgy rácsodálkoztak az emberek, de egyszer csak elkezdtek velünk, hogy elterjedtünk, elkezdtek velünk vándorolni. Tehát már így kocsma vándorlás volt, és akkor volt, hogy én pincérnő voltam, és akkor kitaláltam, hogy jó egészség, én így adtam, így kínáltam sört az embereknek, meg aztán már föl is szolgáltam, mert azt hitték, hogy én vagyok a pincér, akkor rendeltek is. Igen, és akkor olyan, az nagyon édes volt, hogy az utcán volt valaki, hogy jó egészség, Bobenicskova kisasszony, mert ugye ez voltam én a darabban, és mondom, honnan? Kapolcs, vagy mit tudom én, és így mondták, hogy merre jártak velünk. Mm. És ez fantasztikus volt, mert addig ugye sörözőbe bementek az emberek, ettek, persze, ittak, beszélgettek, és egyszer csak színház is volt. És én ezt nagyon szeretem, hogy új dolgokat, mást, mint ami... Hát az egész pályádon, most nyilván nem fogunk mindent tudni sorra venni, de ez érződik, hogy hihetetlen kreativitással, ötletekkel, újabb, fáradhatatlanul újabb ötletekkel állsz elő. Még azért egy pillanatig a színháznál maradva, hogy de azért volt benned vágyakozás? Tehát mondjuk, amikor a Víg Színházhoz oda szerződtél, mondjuk elég rövid ideig maradtál. Hát azért 6 évig elhúzódtam ott. Hát igen, csak a kis pad alatt voltam, igen, ezért nem tűntem föl. Igen, de hogy vágytál azért arra, hogy mégiscsak valahova kötődni, a kiszámíthatóság, vagy a biztonságérzet? Ambivalens, mert sokkal könnyebb megtűnik. Igen. Mert akkor nem kell annyit tennem, szervezni, mindent megcsinálni, díszletet, jelmez, kitalálni, darabot, minden. Ugyanakkor nekem meg mégsem működik. Uh-huh. Tehát mert ott egyszerűen úgy érzem, hogy le van kötve a szárnyam. Szóval nem működik. 50 évesen azt mondtam újra, hogy nagyon elfáradtam, nem bírjuk fizetni a rengeteg adót, tehát kéne egy fix munkahely, és én elmentem a Magyar Színházba. Leszerződtem, és illetve szerencsém volt, mert Őze Áron odahívott, és nem működött. Tehát nekem egyszer, jó, persze pont előtte pályáztam Budaörsre színházigazgatásra, ahol azt hiszem, tehát hogy én azt gondolom, hogy ott aztán tudtam volna szárnyalni. Elmentem akkor így színésznőnek, egy beosztott színésznőnek, és nem működött, mert nem. Milyen úgy éreztem, teljesen, hogy le vagyok szögelve, le van a lábam így betonozva. Az, hogy sérültekkel, értelmileg vagy testileg sérült emberekkel foglalkoz, az előbb már egy picit beszéltünk erről, ez valahonnan, akár a gyerekkorodból is ered, ez a fajta érzékenység? Nem tudom. Hát ezt így nem tudom megmondani, de hogy elmentem az intézetbe, és ott, amikor kijöttem onnan, így a föld fölött lebegtem, szóval gyönyörű volt. Tehát olyan szeretett áradás volt, ami voltak barátaim, akikkel nagyon együtt voltunk, és nagyon szerettük egymást, de nem volt ölelés, tehát hogy, szóval nem volt az az ölelés áradat, amit én ott kaptam. Tehát oda bementem, és csüngtek rajtam. Mm. Szóval az valami gyönyörűség volt. És ugyanakkor érdekes volt, hogy volt olyan barátnőm,
aki bejött, mert éjszakás voltam, és akkor ott tanultunk a tanítóképzős vizsga időszakban, és úgy azt mondta, hogy ő megundorodott tőlem, hogy én ezeket az embereket puszilgatom. És ez nekem ilyen döbbenet volt, mert én ott annyit kaptam, és olyan csoda volt, egy ilyen elvarázsolt világ volt. És valószínűleg ugyanennyit adtál is, milyen érdekes, az előbb Almási Kitti volt a vendégem, és ő is azt mondta, hogy bár ott a párkeresésről volt szó, de hát bármely emberi kapcsolatra vonatkoztatható, hogy hát először adni kéne megtanulni, és aztán kapni, elvárni, hogy kapjak is, nem? És te valószínűleg ugyanúgy adtál is, mint ahogy kaptál is, nem? Biztos. Hát mivel imádtam őket, és egy önfeledt szeretetet éreztek. Most ezen így gondolkoztam, hogy így most így ezt át kell gondolnom, hogy mi, hogy először adnunk kell. Nem elvárni, igen, ez a lényeg, nem elvárni, hanem hogy adni, és akkor talán kapni is hamarabb kapunk. Mint ahogy azért az a kérdés is fölmerül bennem, mert foglalkoztam már más helyen ezzel a témával, így az önkéntes munka kapcsán, hogy amikor valaki elmegy önként, te nem önkéntesként, hát ez a munkád része, meg magad önszántadból, bár ők is önszántunkból, no, tehát aki önkéntesként elmegy, az is fontos lehet, hogy ő az addigi életében nem talált szeretetet, elismerést, ölelést, tehát egy pici ilyen önzőség is van talán abban, hogy valaki oda megy. Vagy rácsodálkozás ott abban a helyzetben, mert hogy valaki elmenjen egy ilyen helyzet, elmenjen sérült gyerekek közé, az már egy nagy bátorság, hogy hú, nagy levegő, nézzük meg. És utána rácsodálkoznak, és akkor meg már vágynak vissza erre. Én 2008-ban kezdtem el szervezni a kapcsoldát, egészséges iskolásokat hoztam össze speciális helyzetben lévő gyerekekkel, sérült gyermekekkel, és aztán ennek egy álma, először három iskola vállalta, de úgy, hogyha én megcsinálom. Utána már ez elkezdett terjedni, meg szerveztem is évekig ezt, és szerveztem művész kapcsoldát is, ami azt jelentett, hogy művészeket vittem, hoztam össze iskolákkal, vagy vittem el őket, és a Margitai Ági csodálkozott rá erre, és annyira gyönyörű volt egy riportban, zokogva mondta el, hogy na most sajnálja, hogy nincs gyereke. Mert addig úgy élte az életét, de hogy úristen. És ez egy hihetetlen fontos ezen a területen is, amit csinálsz, mert tényleg sokszor úgy működik, hogy az egészséges emberek úgy inkább hátralépnek, és kicsi önvédelemből távolságtartóak, te meg megtanítod az egészségeseket, hogy elfogadók, hogy egyáltalán csak tudomásul vegyék, hogy más milyenek is vannak ebben a közegben, amit életnek nevezünk, nem? Igen, mert arra jöttem rá, hogy ez félelem. Tehát annak idején, én amikor kivittem a gyerekeket az intézetből, akkor ők csüngtek rajtam, és hogyha jöttek szembe egészségesek, az például babakocsival annyira megvan ez a kép, hogy jött velünk szembe, és áttolt a másik oldalra, mert nehogy valami történjen a kisbabájával, vagy vele, ezek a kicsikék meglógtak rajtam, volt, aki egyszer be is, rám is pisilt, mert annyira félt ő is az idegenektől. És nekem hát 2008-ban azért kezdtem ezt el, mert rájöttem, hogy félelem. Tehát ez nem a rosszasság, meg nem a nem tudom én, az érdektelenség, igen, meg a közöny, hanem egyszerűen a félelem, hogy mit kezdjenek velük. És azért is kezdtem el ezt a programot, a helyzet megoldja. És az első kép az gyönyörű volt, a második kerületi iskolában így állt az 50 szorongós fiatal, és bejöttek egymás kezét fogva, mosolyogva a speciális iskolából, és sziasztok, és már így elkezdtek úgy lógni a gimiseken. Azok meg így álltak, hogy na most ezzel mit kezdjek. De aztán remélem, hogy persze, az a történet, oldódott, hogy oldódott. Azért találtam ki programokat, mert a programok során észre se veszik, hogy egyszer csak közeledés van. Sorra is sorolhatnánk ugye a különböző, amiből aztán előadás, vagy könyv született, de talán leginkább előadások, hogy ez a nagyon, nagyon erős, vagy mély érzékenységed e felé, a világ felé,
És akkor azok közül hadd emeljünk ki egyet, Jutkával való találkozásod, amit megelőzött, hát, hogy valakinek az eszé, mert azt már hallottuk színészektől, hogy meghíznak 20 kilót, hogy boxolók legyenek, vagy épp lefogynak 20 kilót, hogy nem tudom milyen szerepet eljátszanak, de hogy valaki, egy otthontalan ember bőrébe bújjon, és 5 napot az utcán töltsön, tehát ez, én nem tudom, milyen lelki erő kellett, hogy te ezt megcsináld. Ő Lakatosné Jutkát a rádióban hallottam, és olyan mérhetetlen bölcsességgel, meg humorral teli ember szögezett a kocsim 40 fokos bezártságába, hogy így nyár volt, és azt mondtam, hogy úristen, ha ez az ember, ez nem hajléktalan, ha az anyukája nem teszi be intézetbe 3 éves korában, akkor ő ma vagy politikus, vagy közgazdász, vagy jogász, vagy bármi, és azt éreztem, hogy őt meg kell osztanom az emberekkel. És találkoztunk, ott már egy másik embert kaptam, hogy nem olyan zárt, mint a rádióban, tehát hogy nem öntötte a műsorvezetőre az érzéseit, a szorongásait, a kitaszítottságát, rám meg öntötte, zokog. És akkor úgy azt mondtam, hogy jó, most én, ha én itt írok, nem biztos, hogy az emberek elhiszik, ha leírom azt, amit ő elmond. Úgyhogy mondtam neki, ez egy hétfői nap volt, vagy keddi nap, nem tudom, mondtam, hogy figyelj, jó, akkor 1 hét múlva kín leszek az utcán, jó? És akkor 5 napot eltöltök, hogy hiteles író legyek, mert utána már nem mondhatják, hogy leír valamit, amit itt kamuzik egy ember. És azért azt mondtam, hogy ez csak így lehet, mert akkor... Hú, ez nagyon kemény lehetett. Kemény lehetett a többségi társadalom miatt. Uh-huh. Nem a hajléktalanok miatt, mert a hajléktalanok rögtön segítettek. Rögtön. Sőt, külföldiek is. Nem ismert meg senki, gondolom, mert én fotókat láttam arról, ami készült ott rólad. Ha nem ismertek meg, akkor azért nem, mert nem néztek rám. Mert ahogy ez eszembe jutott, hogy mi lesz, hogyha ismerőssel találkozom, hát én bókláztam a körúton. Azonnal szembe jött egy volt tanítványom, ő el volt foglalva magával, a zebránál pont mellém állt be egy ismerős, és szóval, hogy de volt olyan, aki ezt később, hónapokkal később tudtam meg, amikor épp tanítottam filmesek körében, filmes hallgatókat tanítottam, és akkor az egyik mondta, hogy hát, hogy így azért ment egy ilyen telefonos körtelefonozás, hogy hú, látjátok, hogy hova került a Szalai Kriszta, hogy valaki segítsen neki. Úgyhogy ott akkor jött a szlogenem, hogy legyünk mi a valakik. Tehát annyira megijedtek, hogy Jézus Máriám, és utána sem néztek, tehát semmi, csak az ijedelem. Tehát volt, aki felismert, de nem mert odajönni. Abban az 5 napban mi volt a legnehezebb? Hát azt rögtön realizáltam, hogy itt senki nem fog velem szobálni. Tehát a legnehezebb az volt, hogy elkerültek. Tehát az borzasztó volt, hogy ha így állt, tehát így sokan voltak a villamoson, és én felszálltam, és hát férjem festékes nadrágja volt rajtam, meg azért próbáltam kicsit itt, mindegy, tehát nagyon pici olyan smink volt rajtam, kicsit bebarnáztam a fogamat, tehát, de tiszta voltam, hát ezek tiszta cuccok voltak, de mégis az agyuk koszosnak, büdösnek érzett, és eltávolodtak tőlem. Ez volt a legszörnyűbb. Nem tudtam WC-re menni, mert nem engedtek be. A legborzasztóbb az volt, amikor bementem egy nyugdíjas, tehát azért forszíroztam, hogy így akkor, hogy kerüljek olyan helyzetbe, hogy meg kelljen ezt oldanom. És bementem egy nyugdíjas ilyen napközi otthonba, ott bridgezgettek a nyugdíjasok, és volt egy kedves néni, és mondtam, hogy szeretnék WC-re menni, és mondta, hogy persze, ott nyugodtan kérdezzem meg ott hátul a vezetőt, és az mondta, hogy nem mehetek be. És egy szégyen folyosón jöttem végig, mert onnan, és folytak a könnyeim, mert hát megélni azt, hogy ezek az emberek, hát én is gyakorlatilag engem se engedtek be, de ettől átéreztem azt, hogy mit élnek meg ezek az emberek, hogy kitaszítottság. Jutkával van még valami kapcsolatod? Van, az előadást azt 52-szer játszottuk, a pandémia azért az hát leállította ezt a dolgot. Igen. Igen. De meg lehet nézni e-teátrum? Az e-színház. E-színház, igen. Azért áruljuk el, hogyha most hallgatnak minket beszélgetni, hogy akkor valaki így megnézheti. Igen, hát akkor mi is streameltük, tehát fölvettük az előadást a pandémia alatt, úgyhogy meg lehet nézni, igen. És aztán lesz újabb, tehát majd megyünk májusban Bajára,
Úgyhogy, hát most már visszafogott az érdeklődés ez iránt, de én nem is forszírozom, mert tehát azt éreztem a pandémia alatt, hogy az emberek annyira beszorongtak, annyira el vannak magukkal, hogy most nem feltétlenül kíváncsiak másnak az életére. Örülnek, ha ezt megoldják. Igen. Kaptál visszajelzést arra nézőktől utólag, hogy valami megváltozott bennük, vagy valahogy másképp nézik a világot benne, ebben a világban ezeket az embereket? Igen, az előadás második fele, második felvonása a Jutka, hogy lehet szabadon kérdezni tőle. És az egy nagyon gyakori kérdés, hogy ő hogy élte túl, tehát hogy nem lett öngyilkos. És tényleg, hogyha embereknek a saját lakásukban van lakása, és mégis eszébe jut, hogy öngyilkos legyen, ez a nő meg túlélte, és még él, és erős, és okos, és bölcs, és megy napról napra, ez már erőt adó az embereknek. Itt kezdődik. Meg még humora is van tényleg, szóval az meg... Úgyhogy megvalósult az, amit szerettem volna, hogy tőle erőt, belőle erőt merítenek. Én nem találkoztam még Down-szindrómás gyerekkel, fiatallal, de hát mégis azt gondolom, hogy az is egy hihetetlen vállalkozás volt, hogy egy színházi előadást egy Down-szindrómás kisfiúval játszottál. És hát ehhez sok minden mellett a bátorság is kell. Hát kiszámítható egy ilyen kisgyerek úgy, hogy színpadra a közönség elé lépj. Amit kérdeztél, hogy én például, hogy mit terveztem, hogy láttam, szóval, hogy én így beleszoktam vágni dolgokba, és nem gondolkozom. Tehát akkor ez jó, mert tehát abszolút így működök, hogy jön egy ötlet, azt meg kell csinálnom, meg kellett írnom ezt a darabot, a gyerekemről akartam írni, aki orvosi beavatkozásnak, hibának, és mérhetetlen, most már azt mondom, mérhetetlen bűnnek következtében 12 évig fejlesztettük, mert azt mondták, hogy vagy meghal, vagy sérült marad. De aztán természetgyógyászatnak köszönhetően talpra állítottuk. Na jó, de erről is olvastam, Kriszta, hát ahhoz én nem tudom, tehát az anyák mindenre képesek, hihetetlen erő van az anyákban bennünk. De hát amit te a kislányodért végigcsináltál, vagy ti, mert gondolom mi? A férjed igen. is így van, részesen. És a nagylányunk is, és a nagylányod is, de hát én nem tudom, hogy ennyi erő honnan van egy emberben. Tehát benned sokszorosa van erőből, egy átlag ember erejéből. Most lehet, hogy egy picit ilyen bonyolult vagyok, nem, de... Nem, van, tényleg. Így születtem, tehát ezt hoztam, ezt az energiát, de talán attól is van ez az energia bennem, mert nem... Tehát ha rossz kedvem van, akkor nem kezdem el ezt az önsajnálatot, meg már megint rossz kedvem, hanem akkor elkezdek futni, vagy... Tehát azt keresem, a rossz helyzetekben is azt keresem, hogy az miért van, és hogy hogyan tudom megoldani. És én erről szerettem volna írni ebben a darabban, az És a 8. napon című darabban, végül is erről írtam, csak aztán még ezt megfejeltem azzal, hogy egy kisfiút tettem bele, mert a nők általában nem tudnak mit kezdeni a férfiakkal, vagy sok nő nem tud a férfiakkal mit kezdeni, és ráadásul egy sérültel, tehát ez már aztán fejelése volt, hogy akkor legyen ez, mert közben a társadalmunkról is akartam beszélni, hogy mit kezdenek az emberek a sérültekkel. És ez a kisfiú, mert ugye ez is része volt a kérdésemnek, mondom, és akkor mentegetőzöm, hogy nem volt még kapcsolatom Down-szindrómás emberkével, de hogy működött ebben a helyzetben? Olyan helyzetbe kerültem a válogatás során, most idézőjelbe válogatás során, mintha egy gyerek színészt válogattam volna, mert közöttük is nyilván van, aki figyelmileg máshol tart, vagy például pont nem érdekelte az, hogy most velem játszani. És a Boti, kis Boton pedig, akkor 13 éves volt, ezerrel, tehát megszeretett, és azonnal jött, és csináltuk. 3 nap alatt kész voltam vele a darabbal, az ő jeleneteivel. Tehát azt nagyon beturboztam, hogy felmérjem, hogy ő erre képes lesz-e. És olyan szinten működött később, azt nem is tudom, hogy is 2005-től 2008-ig játszottuk, és utána lett egy tévéfilm belőle. És a Botival, hát akkor iszonyú nagy érdeklődés volt. Vittük országosan, programokba bekerültünk,
végülis az elfogadásról szóló programokba, és az érzékenyítő programokba. És a Boti mindenhol vidéken azonnal tudta, hogy akkor hol a nézőtérről, minden tudott, hol a bejárat, hol az idősebb színésznő, az idősebb, igen, tehát az édesanyámat játszó színésznő pedig ezen nevetett, hogy ő meg azt se tudja, hogy hol van. És a Boti mindig megmutatta neki, tehát elképesztő memóriája volt, van. Tehát ez is baj, és akkor most ez némi önkritika is, hogy félünk, hogy talán egy kicsit lebecsüljük, vagy tehát segíts nekem magamnak ebből a gondolatból, vagy hozzálasz. Az iskolásoknak hát én mindig azt mondtam el, hogy én például nagyon gyenge voltam matekból, nem is értettem, nem is érdekelt. Most összetudom számolni, amit meg a logikai képességem meg tök jó, de számolni nem tudtam. Tehát ugyanez, hogy elvárjuk egymástól, hogy mindent tudjunk. A Downos kis Boti, zseniális közvetítő volt a színpadról, nagyszerű színész, a memóriája zseniális volt, a helyzetfelismerő képessége zseniális volt, de matekkorról nem beszélgettünk. Most ez ugyanaz. Vagy a történelmet lehet, hogy mesei formában tudnám neki elmesélni, de ugyanez van úgymond az egészségesek között is, mert van, amire van képességünk, valamire nincs, csak az iskola rendszer azt erőlteti, hogy mindenből jegyet. És hogy nem kell akarni. Fogadjuk el, ha az én gyerekem, vagy én hármas vagyok fizikában, akkor hármas vagyok. És miért kell vigyázban állva a gyerekeinket is úgy, hogy... Futószalagon ugyanúgy. Igen, mert akkor vagyok én teljes ember, ha a gyerekem is tökéletes, és megfelelünk, és akkor lehet vele dicsekedni. Szóval... Közben, miközben hallgatlak, és abszolút nyitott szívvel hallgatlak, és lehet, hogy egy picit bántó lesz az, amit most kérdezek, de nem fogod bántásnak felfogni, hogy ez a sokféleség, és hogy ezen a területen való ez az elképesztő jelenlét, munka, ötletelés, megvalósítás nem vont el attól téged, hogy színpadon, mégis színpadon nagy szerepeket, vagy olyan szerepeket eljátsz, amit eljátszhattál volna, mert a tehetséged megvan hozzá? Hívtak dolgok, és azokat meg kellett csinálni. És tehát például elkezdtem, nem tudom, én 31-32 éves voltam, és hívott, hogy én lélegeztetőre gyűjtsek. Majd jó, láttam egy riportot, nincs lél, majd én összegyűjtöm. Hát akkor ez annyira különleges volt, hogy jó napot kívánok, Szalai Kriszta színésznő vagyok, azt se tudták, ki vagyok. Itt kezdődött. Másrészt meg ilyen nem volt, hogy én cégeket fölhívok, hogy szponzoráljanak, vagy szálljanak be, de hogy szállunk be, ez a kormány dolga. Vagy a adott, mit akkor népegészség, vagy népjóléti minisztérium volt, nem tudom, hogy hívták talán. Szóval, hogy az emberek így rám csodálkoztak, és annyira új volt, hogy 2 évig tartott. De közben volt bennem egy kitartó hívás, hogy ezt nem hagyhatom abba, ha már 1 percet szántam erre, akkor most már csináljam végig. Mert akik meg már adtak, azok felé meg már kötelezettségem van, hogy elszámoljak pontosan, vagy valósítsam meg. Úgyhogy felelősséget éreztem, és engem úgy a szerepek nem vonzanak, hogy de most... soha nem volt, akár csak főiskolásként, nem tudom, hát most ilyen evidenciákat mondok, hogy Júliát játszani, Gertrudist játszani, sorolhatnánk a világirodalom, vagy a színpadirodalom olyan szerepeit, tehát hogy álmodoztál arról, hogy majd te egyszer azt eljátszod. Nem, mivel nem színésznőnek készültem, hanem én már kicsi gyerekkoromban a világ gyerekeit akartam segíteni, pedig akkor még tévénk se volt. Tehát valahogy azt éreztem, hogy majd megyek Afrikába, és segítem a szegény gyerekeket. Figyelj, még van időd rá, én el tudlak képzelni, hogy egyszer repülőre ülsz és elmész Afrikába. Szerintem, és sajnos Magyarországon van bőven dolog, úgyhogy nem. Már én nem, nekem nem kell mennem Afrikába, menjenek az amerikaiak oda, de nem. Tehát itt van bőven dolog. Úgyhogy nekem nem volt ilyenem. Nekem engem ügyek érdekeltek. Ami például engem nagyon vonzott, a 89-ben megtaláltam, így Almási Kittire is hajazva, az 5. Szellit, mert egyszer beszélgettünk erről. Tényleg, egy 5 személyiségű nőről szólt a könyv. És, na, annak idején olvastam a könyvet, igen. És ezt 7 évig rakosgattam, ezt a könyvet, hogy én azt meg akartam csinálni. Ez olyan szintű vágyam volt, hogy eljátszani nem az 5 szerepet, hanem a bennünk rejlő sokféleséget. És az is az ügy miatt érdekelt, mert tudtam, hogy mindenkinek van valami gyerekkorból hozott
Tehát egyszer csak így ráébredtem arra, így 20 évesen, hogy a megfelelési kényszer az mindenkinek megvan. Nincs kérdés. Valamit mindenki kap. Tehát olyan később így a különböző szervezéseimnél találkoztam miniszterekkel, nem tudom, nagy emberekkel, és kiderült, hogy azért az anyukája olyan szépen letolt a gyerekkorában, és a kis pad alatt volt, hogy tyuha, és ezért ő meg akart felelni, és meg akarta mutatni, hogy ő valaki. Vagy sok híres embert ismerek, akik hát abszolút a megfelelési kényszer, hogy ő bebizonyítja. És közben úgy maradt, és még 60 évesen is még be akarja bizonyítani, és már nem kell bizonygatni, hanem megvalósítani jó dolgokat és szép dolgokat. Úgyhogy nekem ez így, nekem én rendben vagyok magammal. Nem hagytam ott semmit. Uh-huh. Filmek, az hiányzik. A film. Mert én tulajdonképpen... Hát, láthattunk filmekben. Igen, és én a filmezés miatt akartam színésznő lenni. Ha valamiért, akkor azért. De közben már az is van mostanában bennem, hogy lehet, hogy én erre nem is vagyok alkalmas. Mert annyi jó, tényleg így nézek amerikai színészeket, úristen, hogy képes, meg de jó, meg aha. De azt élvezném azért. És akkor például, amikor, mert most az utóbbi időben ezek a castingok, ugye a filmekhez szereplő, tehát ilyenre nem is figyelsz, észre se veszed, hogy valahova lehetne filmszerepre? Hát én nem az a típus vagyok, aki szia-szia jövök, de például pár éve hívtak a Tóth Jánosba castingra, és azt megkaptam. De több, nekünk volt olyan, hogy engem hívtak castingra, nem kaptam meg a szerepet, a Tónit meg fölhívták, Cserna Tónit, a férjemet, hogy szia, akkor ugyanabban a filmben, de se hívták castingra, ő már meg is kapta a szerepet. És mondtam, hogy nem baj, kész. És úgy meglepődtem, mert Tóth Jánosba viszont egy nagyon jó szerepet, az egy sorozat volt, ezt imádtam, egy évig forgattam. Uh-huh. Nem is tudom hány éve, a pandémia előtt, igen. Visszatérve még az ötödik Sallyre, hogy azért az is egy izgalmas volt abban a történetben, hogy te azt a szerepet átadtad egy következő generációnak, mondhatjuk így. Igen, igen, ezt tavaly rendeztem meg, igen. Bető Katának, igen. És a Thália Színházban játszhattuk. Hát most az szünetel, mert a Thália úgy felemelte a bérleti díjat, hogy képtelen vagyok. Uh-huh. Úgyhogy most várok a sorsra. Kész most. Igen, a sors majd jön. Igen. Hogyha nem jön, akkor majd te megtalálod, és megfogod a sors kezét, hogy segítsen ebben is. De hogy ami a tied volt, mert az ötödik Sally, most túl azon, hogy az író megírta, hát azért az a darab a tied volt, és hogy azt átadni, az milyen volt? Ez nem az enyém volt, értem, csak én nem úgy éltem, nem egóból éltem meg, hogy jó az a... Nyilvánvalóan én szerettem volna olyan embernek átadni, aki tényleg ugyanolyan érzékenyen és finom lélekkel, tehát tudja, hogy miről beszélünk, és nem színésznőből akar brillírozni, hanem érti, hogy mi ez. Mert amikor én 7 évig rakosgattam, tudtam, hogy azért nem engedi valahogy a sors, mert egyrészt amíg izgulok, hogy meg tudom-e csinálni, másrészt meg tudtam, hogy ez nem lehet színésznőből. Tehát olyan nincs, hogy most ezt a szerepet megcsinálom, azt. Hát itt mondatonként kell váltani. Mm. Ha nem vagyok iszonyatosan benne, és nem halok bele, vagy döglök bele, hogy fokozzam, akkor nincs értelme. Csak úgy tudom a nézőket vinni és gyógyítani. Nekem ez alap. Mert kiderült, hogy a nézők jöttek. Tehát volt, aki 10-20-szor látta, voltak csodálatosan alázatos pszichológusok, akik küldték a pácienseiket, mert mondták, hogy ez kiegészítő terápia. Tehát ezt nem lehet színészni. Jövök, aztán majd megoldom, ezt úgy nem lehet. De őt kinézted magadnak? Tehát úgy ő kértett fel erre a darabra, hogy tudtad, hogy kit kérsz hát fel, kerested? Hát őt ajánlották, és akkor úgy ismerkedtünk meg. Ahogy elkezdtük ezt a mai beszélgetést, jeleztem önöknek, kedves nézők, hogy hihetetlen módon nem lesz arra lehetőség, hogy minden apró részletre és minden történésre kitérjünk, mert például ugye emellett a sok minden mellett kitaláltad, hogy ott, ahol él Szent Iván, éjjé bulikat rendez például. Színházi előadást, színházi igen, és egy ilyen pokrócon ülnek a nézők, hoznak. És ez azóta is... Van, ez 12 éve van már, igen. Fantasztikus. Egyszer én is elmegyek, mert a Szent Iváné úgyis egy kedves időszakom. De ahhoz, hogy mindezt te csináld, hogy te ezt az életet éld, hogy te így alkoss,
Ez, én szerintem egy olyan háttér kell, ami megint csak ritkaság számba megy. És ugye Tónit, tehát Cserna Antalt már említettük, tehát ehhez kell az ő hihetetlen támogatása, ahogy egy barátnőm szokta mondani, hogy olyan párra vágyik, akinek így neki dőlhet a hátának. Tóni azért nem ilyen, akinek lehet dőlni, mert hogy ugye én vagyok az erő, meg a nem tudom, inkább, igen, tehát igen. Én vagyok az erő, tehát inkább ő dől nekem. Viszont amikor én nem találok társakra számtalan, szóval az elmúlt 40 évben, tehát ott álltam, hogy valakikkel csináltam dolgot, és egyszer csak így jött a Tóni, aztán ő is beszállt, és ő segített. Tehát én inkább azt mondom, hogy mi társak vagyunk. Tehát nem én dőlök rá, hanem társak vagyunk. De azért sok párkapcsolatot nézve, és ezen mindig dohogok, hogy már az is nagy dolog, ha egy pár hagyja a társát, a maga életét. Ugye értjük egymást. Igen. És akkor már ez is egy nagy pozitívum, de... De hát azért vagyunk társak. Tehát én például boldog vagyok azért, boldog voltam, amikor a Tóniék elkezdték a harmadik figyelmeztetést csinálni, a világ legjobb színész zenekara. Igen. Gémes Antos kezdte el szervezni, és 6 fiatal színész van, hát most nem fiatal, jó, oké, most már. Tehát 6 nagyon zseniális zenész színész van benne, többek között a Tóni is, most már 12 évesek, és szinte minden éjszaka próbáltak. Hát és akkor közben kellett meg... a te engedésed is. Hát nem? Boldog hát, voltam, hogy boldog. Igen. Hány éve vagytok együtt? Most leszünk 60 évesek, és 22 évesen jöttünk össze, az mennyi? Hát az már az annyi. Jó, 38. Akkor nehezen kiszámoltuk, hogy 38 éve vagytok együtt. És ez a beszélgetés egy-két nappal később, mint Valentin nap. Lesz. Tehát ennyi év után szerelemről lehet még beszélni? Vagy ahogy a pszichológusok meg szakemberek mondják, ugye a szerelem két év alatt elmúlik. Nálatok mivé változott? Mi azért, szóval nyilvánvalóan, hogy nekünk is voltak iszonyú nehéz időszakaink, ez a lent. A könyv is született, ugye? Igen, de minden arról szólt, amikor mi külön-külön elfáradtunk, vagy nem találtuk a helyünket saját magunkban, mondjuk, hogy a világban. És azért vagyunk nyilvánvalóan együtt, egyrészt, mert nagyon szeretjük egymást, másrészt meg tényleg mindig tudtunk egymásba újra és újra szerelmes lenni. Tehát épp most pár napja megnéztem, írtam régebben egy darabot Gramp címmel, Sajtból van a holdot, énekeltük 5000-en az országban összekapcsolva, és a Tónit néztem, és úristen, és megint néztem, és olyan szerelmes voltam bele, hogy Jézusom, de jó volt benne. Tehát, hogy, és annyira is azt az énjét is imádom. Szóval, hogy úgy, na, igen. De jó, hogy ezt mondod. A múltkor Szinetár Miklóssal, meg Hámori Ildikóval volt egy beszélgetésem. És képzeld, ugyanezt mondták, hogy újra és újra képesek egymásba szeretni valamiért, és szinte olyan fiatalos hevülettel akár. Igen, meg meglátni benne azt, akit én megszerettem, vagy aki így folyamatosan így jött, igen. Uh-huh. Igen, meg hát a Tóni ugyanígy dolgozik ezen nyilvánvalóan, hogy én nem azért mondok valamit, mert őt akarom bántani, hanem mert az a helyzet. Tehát, hogy azért, tehát ez komoly lelki munka. Uh-huh. Amire kevesen képesek, én azt gondolom. Hát meló. Persze. De hát minden meló, tehát a gyerekeinkkel való kapcsolatunk is az, majd most jön unokán, akkor majd Már hol tartotok? Március eleje. Hát akkor már nagyon-nagyon-nagyon hamar. Igen. Vannak nők, akik megijednek a nagymama, hogy ők fiatalnak érzik még magukat, és hogy ők nagymamák lesznek. Rólad nem tudom elképzelni, hogy félsz a nagymamaságtól. Ne, örülök, kisbaba. A szóba magában nem gondolok bele. Vagy tényleg, ha így belegondolok, Jézusom, az azt jelenti, de nem. Tehát, hogy jó, 60 éves vagyok, úgy nézek ki, ahogy
de hogy itt egy kisbaba, aki majd megfiatalít minket, meg csodás lesz. A lányaiddal milyen a kapcsolatod? Nem, én inkább úgy mondjam, hogy a gyerekeimmel, mert van egy fiunk is, és annyira olyan egységesek vagyunk. Mert aztán született nekem 39 évesen egy kisfiunk is, vagy nekünk. Igen, hát nekem született, de nekünk, igen, a lányoknak is, mert ők kérték, de amúgy is mi három gyereket szerettünk volna, szóval így indultunk el. Én azt mondom, hogy nagyon nagy egységben vagyunk. Tehát imádom, van családi csoportunk, mindig levelezünk, mindenki megosztja, mi van, minden nap még beszélünk is. Tehát nagyon szorosba vagyunk, úgyhogy pont azon szoktam gondolkozni, hogy a nagylányunk már férhez ment, hogy nem zavarja el, hogy mi minden nap hívogatjuk, megbeszélünk. Szóval... Hát amíg nem jelzi, hogy zavarja, mert... Ugye, azért majd rákérdezek. Igen, kérdezz rám, mert én már megkaptam, és ugye, igen, igen. Azt mondom, hogy remélem a lányaim nem nézik ezt a műsort, mert ők nem feltétlenül igénylik a napi kapcsolatot. Ja, de ők igénylik, a gyerekeim igénylik, csak hogy a férjet nem zavarja el, hogy mi olyan egységben vagyunk, hogy az... Nem, de mondjuk ő is benne van már persze, az egységben, úgyhogy... Persze, hívjon persze. Ő is. Hívjuk majd őt is. Kriszta, rólad egyszer egy kommentelő így írt, és azt hiszem, hogy ez a legszebb, amit rád lehet illeszteni, hogy olyan meleget adó ember vagy. Vágyam. Szerintem ez a valóság. Ez a valóság, mert mindenkinek tudsz melegséget adni, attól függetlenül, hogy épp-e, sérült-e, okos-e, nem okos, gazdag, szegény, és azt hiszem, hogy ennél többre vágyhatsz? Nem. Na jó, hát akkor lassan lekerekítjük ezt a beszélgetést. Én örülök, hogy itt voltál. Tudod mit, azért a végén még csak megkérdezem azt, hogy amikor már nagyon elfáradsz, akkor mi az, ami pihentet? Kell hagyni magam pihenni. De egyébként pihentet a torna, járok tornázni közösségbe, pihentet, ha elmegyek futni, pihentet, ha leülök, megnézek egy filmet, pihentet, ha csak csöndbe vagyok. És azért még, hogyha elmondhatom a műsor végén, hogy rólad, hogy szerintem nyugodtan mondjuk el. Én mostanában nagyon elfáradtam, de nem tudok nemet mondani, mert mindent élvezek. És hatalmasat késtem mindent tőletek, és te olyan megértő voltál, és olyan csodálatos, hogy átcsoportosítottad a felvételt, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ennyire megértő voltál, és én meg életemben először. Mert annyira vártalak, annyira szerettem volna veled úgy végre beszélgetni, hiszen a szimpátia réges-régóta megvan közöttünk, de ilyen igazán beszélgetésre nem volt még alkalmunk, úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél. Mindenek ellenére, vagy mindenekkel együtt, úgyhogy tényleg egészséget, sikereket, örömöket, tehát amire csak vágysz az életben, legyen a tied. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Tudják, a YouTube csatornán érdemes nézni minket, feliratkozni még inkább, mert akkor nem maradnak le ilyen és ehhez hasonló beszélgetésekről. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!